éppen munkához készülődik Lidák Péter. A fiatal ózdi srác hobbija a graffiti, most éppen a tűzoltóság alaksori edzőtermének falára fúj fel egy angol nyelvű motivációs idézetet. Később egy címerrel is kiegészül majd az alkotás. Van itt azonban egy másik, nagyobb, színesebb munkája is, ami nemrég készült el. Sokan a házfalakra illegálisan odafirkantott trágárságokat azonosítják a graffiti fogalmával, pedig ez egyáltalán nem igaz. Egy graffiti képviselhet igazi művészi értéket is. Egy igényesen kivitelezett rajzot nem szabad egy kalap alá venni az obszcén firkákkal, a vandalizmussal. Erre szeretné felhívni a figyelmet Peti is. Gyerekkoromban is másokat szerettem rajzolni. Igazából a festészettel nem sokkal utána ismerkedtem meg, megfogott ez a vonal. Sokat láttam így újságokban, még akkoriban nem nagyon volt az interneten elterjedve. Újságokat vettem, abból ismerkedtem meg ezekkel. Nagyon megtetszett, úgy gondoltam, hogy ki akarnám próbálni. Ózdon erre nincsen megfelelő lehetőség, de itt a környező városokban, Barcika, Miskolc, igazából van rá lehetőség, hogy kipróbálja az ember magát legálisan. Oda elmentem, elég sokat fújkáltam barátaimmal, és igazából így kezdődött az egész, megfogott, megtetszett. Nem is jártam ilyen irányú iskolába se, nem is volt, még azt mondom, hogy rajzból szerintem 4-es voltam. Külön technikáim nem nagyon voltak, mindig ahogy éppen éreztem, úgy próbálgattam a betűket formálni. Legelsőnek ez a betű, ami megfogott, hogy a betűket hogy lehet mondjuk háromdimenziósá tenni, hogy lehet jobban alakítani, hogy minél olvashatóbb, de ugyanakkor bonyolultnak is tűnjön. Sok kihagyás után nemrég kezdett újra festeni. Az egyik első munkáját kisfia szobájában készítette el. Nekem volt egy olyan 10-15 éves kihagyásom, amikor nem csináltam abszolút, nem foglalkoztam ezzel. És akkor megint belém jött, hogy milyen jó lenne újra ezzel foglalkozni. Megint megszállt az ihlet, és akkor utána a kisfiam szobájába csináltam a nevét, kifújtam, azt, hogy Marci. Ezt felraktam internetre, és akkor Tamásnak ez nagyon megtetszett, meg is keresett, hogy ő gondolt arra, hogy meg lehetne itt a tűzoltóságon is valami hasonlót csinálni, mert most olyan üresek a falak, kicsit fel kéne dobni az edzőtermükbe, és akkor igazából ilyen betűk, amiket jobban szeretek, meg amiket kérnek is, családtagok, ismerősök betűket, mondjuk mostanában karaktereket is, mert azokat nagyon sokan szeretik, főleg gyerekek. Végülis idősebb korosztály, mert igazából bármilyen karaktert bármilyen korosztálynak meg lehet csinálni, mert igazából nincs határ, hogy most ez a rajz, ez csak a fiataloknak szól, vagy ez csak a gyerekeknek. Színösszeállításon sok múlik, hogy milyen színeket használok, vidámabb színek ugye gyerekeknek jó, világosabbak, rózsaszín, babakék, ilyesmik, de vannak a sötétebb árnyalatok, azok meg inkább a felnőttebbeknek, idősebb korosztálynak tud nagyon jól mutatni a lakásába, udvaron, garázsfalon, garázsajtón. Sokféle megkeresést kap. Ahány ember, annyiféle igény mutatkozik a graffitikre. Az egyik legnagyobb kihívást éppen ez a tűzoltós munka jelentette. A kigyúrt lánglovag alakjához hasonlót sem fújt még korábban. Szerencsém volt, mert nagyon jó meg volt a fal már csinálva, nemrég csinálták meg. Lealapozták, és akkor olyan szép fehér volt, hogy igazából itt már különösebb munkám nem volt, dolgom vele. Hát igazából úgy szoktam csinálni, hogy van egy halvány szín, még itt legyen esetben egy sárga szín volt, azzal az egészet megrajzoltam, felvázoltam, ha esetleg valamin változtatni kellett, akkor azt valamit tudtam javítani, és akkor később, miután felvázoltam, akkor mentem rá az erősebb színekkel, meg a végleges színekkel, jelen esetben a pirosnál, hogy utána kezdtem el szépen áthúzni pirossal, utána igazából ezeket az effekteket, amiket belerakok, ezeket is még akkoriban készülnek, amikor felvázolom, és akkor a legvégén jön a fekete rész, amikor már az a végleges kontúr lesz, amikor már annyira nagyon változtatni nem nagyon szoktak, mert akkor már bele tudok menni a feketébe, akkor már nem mutat olyan szépen. Tehát így, úgymond így visszafele készül az egész, nem az, hogy először a körvonal és akkor utána a belsejét, hanem inkább fordítva, hogy először megcsinálom az egész mintának a belsejét, és úgy hajladok kifele. Tehát, hogy úgy lesz meg a jó végeredmény.
A különféle figurák, karakterek esetében fontos a megfelelő vázlat elkészítése is, amelyet rendszerint a megrendelővel is egyeztet. Kapásból falra egyből nem jó, ezt természetesen leegyeztettük Edvard Tamással, megbeszéltük, hogy legyen egy kigyúrt tűzoltó, én ezt otthon megrajzoltam, néztem hozzá interneten segítséget is akár, és akkor az én tervemet elküldtem Tamásnak, az azt mondta egyből, hogy rendben, ez nagyon jó lenne, nagyon király. És akkor utána ugyanúgy, mint a betűknél, ugyanúgy elkezdtem először halványszínnel felvázolni, és akkor utána szépen elkezdtem kitölteni, részletezni, részleteket megcsinálni. Nem mindig van azonban akkor a szerencséje, hogy sima fehér fal áll rendelkezésre. Olyankor a látványosabb munkafolyamatokat alapos előkészítésnek kell megelőznie. Változ egyébként, mert nagyon sok típusú falra lehet egyből festeni. Ha mondjuk nagyon rossz a minősége, akkor akár még csiszolni is előtte, hogy ne legyenek kiálló részek, ne az, hogy mondjuk egy funérlemezen, hogyha fújok, akkor ne legyenek a kiálló szálkák ott, akkor ezeket lecsiszolom előtte, és akkor utána mehet rá a festés, de hogyha nagyon rossz a minősége, vagy mondjuk beszívná az az adott fal a festéket, akkor előtte lealapozom, hengerrel lefestem, szép fehérre, és akkor utána mehet rá. Természetesen speciális festékre is szükség van ahhoz, hogy a kívánt eredményt el tudja érni. A mezei festékboltokban, amiket mondjuk itt a bármelyik festékboltban meg lehet venni, azok jók egyébként, de nem erre a célra. Tehát mondjuk otthon lefesteni egy csövet, arra megfelelő, de egyébként ilyen típusú rajzok elkészítésére speciális festékkel csak úgy mutat jól. Különböző szórófejek vannak, különböző szórófejekkel különböző méreteket lehet fújni, különböző vonalvastagságokat, és akkor igazából mindenképpen ilyen speciálisat javaslok, meg én is ezt használom. Van ebből is különböző, vannak világos, illetve matt hatásúak, fényes, illetve matt, és akkor mindegyikkel különböző eredményt lehet elérni. Én inkább a mattot jobban szeretem, jobban preferálom, mert az én meglátásom szerint sokkal jobb lesz a végeredmény. Persze van olyan, amikor igényli a fényeset. Peti saját munkáit folyamatosan feltölti Graphroom nevű oldalára is az egyik legnagyobb közösségi portálon. Azt mondja, eddig csupa pozitív visszajelzést kapott. Ebben persze szerepe van annak is, hogy maximalista, mint az beszélgetésünk során is kiderült. Igazából nem is szeretek úgy otthagyni egy munkát, hogy hú, hát ez nem is lett olyan jó, mint amilyenre. Tehát, hogy magamnak is meg akarok mindenképp felelni, nem az, hogy csak kifújom és akkor otthagyom, hogy tessék itt van. Addig nem hagyom ott a rajzot, amíg én szerintem se lesz meg a tökéletes verzió. Ha más nem, akkor lefesteném az egészet újra fehérre, vagy megszüntetném, mert rossz munkát nem akarok kiadni a kezemből. Mindenképpen az a célom, hogy jó legyen, de szerencsére még nem volt ilyenre példa, hogy rossz lett volna. Egy-egy ízléses graffiti sok felé feldobhatná a szürkeséget. Több hazai nagyvárosban is vannak olyan legálfalak, ahol bárki megmutathatja kreativitását. Ennek is megvan a maga kultúrája, íratlan szabálya. A legnagyobb kereslet úgymond erre Budapesten van, tehát hogy ők igénylik a legjobban, mert ugye csak a főváros, ott laknak ugye sokan. Ott több ilyen lehetőség is van, meg ott nem is tudom, hogy hány száz méter hosszú falak vannak, és ezek szinte hetente frissülnek, vagy havonta, tehát nagyon sokan járnak oda. Lenne még rá több igény is én szerintem, meg főleg itt vidéki városokban is, és akkor nem az utcákat firkálnák mondjuk tele, bár biztos az is lenne, de jobban a művészibb része az inkább az ilyen helyekre menne. Tehát most is van egy ismerősöm, ő is kérdezte, hogy van-e Ózdon erre lehetőség, mondtam, hogy hát én igazából nem tudok róla, de ha lenne erre lehetőség, lenne hosszabb betonfal például, ami annyira nem központi helyen van, kicsit kiesettebb helyen, igazából ott simán ki lehetne alakítani egy ilyen legálfalat, és akkor oda lehet, hogy jönnének más városokból is, akár többen. Szerintem lenne ennek itt Ózdon is jövője. Akik ismerik egymást, meg akik ebben benne vannak, azok természetesen nem fedik le egymást, ha csak már nincsen több hely, bár akkor is inkább csak már a régebbieket. Tehát ők is arra törekednek, hogy egy adott rajz, tényleg egy minőségi munka, az minél tovább maradjon fent. Tehát például Budapesten is van egy, nem tudom, megvan-e még, de amikor Bud Spencer meghalt, akkor felfújták az ő portréját, és akkor az hosszú évekig megmaradt, az összes körülötte mind le lett már fedve, azt az egyet meghagyták nagyon sokáig, mert az tényleg nagyon szép is lett. És akkor igazából, hát az a baj, hogy ebbe is, hogy aki már nem ismerik ezt a dolgot, akkor az simán belerondít. Tehát, hogy vannak ilyenek, és ezzel számolni kell.